A Fórum könyvkiadó rendszerint magyar nyelvű szépirodalmi műveket ad ki, most viszont egy igazi bestsellert jelentettek meg. Gulyi Frutko népszerű magyarországi televíziós riporter könyvei már a világ számos nyelvén megjelentek, és több százezres példányszámban keltek el. Mostantól a Fórumnak köszönhetően szerbül is olvashatóak a megrázó történetek. Hát tulajdonképpen én úgy érzem, hogy ennek a háznak a híd szerepét is be kell töltenie, és mindaz, ami érdekes magyar nyelven, kötelessége lefordítani egy szerb nyelvbe, és fordítva a szerb nyelvi értékeket közvetíteni a magyar olvasók felé. Úgyhogy ez adta az ötletet, hogy ezeket a riportokat, amelyek valóban nagyon megrázóak és tragikusak, fordítsuk le szerb nyelvbe, mert föltételezem, hogy amennyire olvasottak voltak a magyar olvasóközönség táborában, ugyanannyira olvasottak leszek a szerb és a horvát olvasótáborban is. Frutko eddigi könyveiből válogatta ki egy kötetre valót a legérdekesebbnek vélt történetek közül. A szerb nyelvű szövegek tehát ilyen formában egy kötetben még magyarul sem voltak olvashatóak. A szerző számára viszont nem csak emiatt fontos a szerb kiadás. A Szerbiával kapcsolatos élményeid nem túl kellemesek. Gondolok itt a délszláv háborús időszakra, aztán a bombázások időszakára. Honnan jött az ötlet, hogy megjelenjen szerb nyelven is a könyved? Hát az ember emlékei olykor jók, olykor rosszak, azért én nekem a Szerbiával kapcsolatos emlékeim azok nem rosszak, hanem vannak egyes események, amik talán nem olyan pozitívak. De hogyha azt kérdezett tőlem, hogy mit jelent számomra az, hogy megjelenik ez a könyv, meg hogy miért legyen itt kiadva, akkor azt mondom, hogy egy kicsi elégtételt azért valóban érzek. Tehát az, hogy most a szerb ember szerb anyanyelvén tudja azokat a történeteket olvasni, amit sok más országban is olvasnak más nyelveken, ez nekem valóban egy elégtétel, és ezért, bár 12 különböző könyvem jelent meg külföldön, ez az egyik legfontosabb, és nem udvariasságból mondom azt, hogy az egyik legfontosabb, hanem valóban. Többek között egyébként azért is, mert ez az egyik olyan könyv, amiből bele tudok olvasni. És tudom látni, például most voltam a múlt héten Bukarestben, ahol megjelent a román könyvem, kezembe adták, szép, megnéztem, nem értek egy szót se, remélem jól fordították, de ezt el tudtam olvasni, szóval ezért több okból is. Másik pedig az, hogy nem véletlenül Újvidéken mutatom be, hiszen Pécs az én városom testvérvárosa Újvidéknek, úgyhogy ez a helyszín, meg a tegnapi nap, meg reményem szerint a mai nap, szóval kifejezetten jó élmények. És tudod, mindig az utolsó élmények a legmeghatározóbbak, úgyhogy most, ha a legközelebb jövök, már azt tudod mondani, hogy Pörtko, a Szerbiával kapcsolatos élményeid ugye szuperek, és azt tudom mondani, hogy igen. A szövegeket Vladimir Popin ültette át szerb nyelvre. Bár a szerzőnél jóval idősebb, a korkülönbség ellenére olyannyira sikerült egymásra találniuk, hogy Trutko szerint a szerb nyelvű változat jobb, mint az eredeti szövegek. Egy részről élvezet volt a jó szövegek alapján, másrészt pedig sokszor előfordult, hogy abba kellett hagynom, hogy vegyek egy lélegzetet, mert olyan nehéz témák voltak, hogy az ember egyszerűen nem tudott tovább dolgozni. Na. És akkor abba hagytam, elmentem, elsétáltam fél órát, visszajöttem, és aztán megint valahogy rákényszerítettem magamat, hogy folytassam. A könyvemutató előtt Frutko egy hosszabb interjút is adott televíziónknak, amelyben nem csak a most megjelent kötetről, hanem az eddigi szakmai pályafutásáról is vallott. A beszélgetés előtt arra kért, hogy a közvetlen hangnem érdekében tegeződjünk. És térjünk vissza a kezdetekhez. Ugye az is köztudott, hogy Kelet-Szlavóniában a háborús időszakban kezdődött az újságírói karriered, ahová tolmácsként utaztál, aztán hirtelen újságíróvá avanzsáltál. Arról viszont nem nagyon esik szó, hogy egy 19 éves fiatalembernek hogyan jut eszébe az, hogy háborús övezetbe menjen tolmácsolni. Tudod, az az érdekes egyébként én erről, és szívesen válaszolok is rá, nem nagyon szoktam már erről beszélni, hogy 20 évvel ezelőtt mi történt, de akkor tényleg néhány szóban. 19 éves voltam, leérettségiztem, bekopogtam a helyi pécsi tévébe, beszélek szerbül, horvátul, szívesen tolmácsolok, ismerem a környéket. Lementünk, ott ragadtam, elkezdtek hívogatni, hogy hát én vagyok abban a környékben az egyetlen, tehát magyarul a legjobb újságíró.
egyben a legrosszabb is nyilván, csak hát nem volt más. És akkor én mondtam, szerintem a világ legamatőrebb, legrosszabb tudósításai a nevemhez kötődnek. De én utána kezdtem el tanulni, tehát kaptam ösztöndíjat az Egyesült Államokba. Hogy milyenek voltak az érzések? Hát valószínűleg megrázóak voltak az érzések, mert azért egy háború élőben teljesen más, mint amikor a filmben 26-szor visszapörgeted a nagy jelenetet, és mindenki meghal. De én attól a pillanattól valószínűleg elfelejtettem panaszkodni. És ez a legfontosabb. Tehát nekem már nem probléma, hogyha azok a civilizált problémáink, hogy egyik párt nyer és nem a másik, hülye a főnök, mogorva a szomszéd, nem indexelnek előttem a pirosnál, annak is tudok örülni, hogy például interjú közben most megiszom egy pohár vizet és nem halok bele. Ezek is nagyon nagy dolgok. És az a tény, hogy ilyen szörnyűséges közegben kezdődött a karriered, mennyiben játszott szerepet abban, hogy a későbbi témáid is igen megrázóak? Minden tizedik riportom szól valamilyen megrázó, döbbenetes, tragikus helyszínről. De nyilvánvalóan ezt jegyzed meg. Tehát csinálhatok 9 portrét 9 nagyszerű emberről. De aztán elmegyek egyszer Csernobilba, Iszak-Koreába, Lepra-telepre, és azt mondod, hogy azt a mindenit. Játszott szerepet, de én nem a tragédiát keresem, hanem azokat a hősöket, azokat a példaképeket keresem, akik ott dolgoznak. Igen, megmutattam a ruandai népirtást, ahol meghalt 1 millió ember, de elsősorban Szilvási Józsefre koncentráltam, arra az emberre, aki odament és alapított nekik egy egyetemet. Igen, megmutattam a világ legnagyobb lepra telepét Etiópiában, de elsősorban Axman doktornőt akartam megmutatni, azt az asszonyt, aki ott hagyja a budapesti praxisát csak azért, hogy elmenjen Etiópiába, és leprásokat gyógyítson. Igen, megmutattam Észak-Koreát és az ottani nyomort, de elsősorban Sándorra koncentráltam, aki éhező gyerekeket etett és segíti, hogy túléljék az egyik napot a másikra. Tehát én ezeket az embereket akartam bemutatni. A most elmondottakból is kiderült, hogy mindig valami magyar vonatkozást Bizony. Keresel, akárhová utazol a világban. Ez miért fontos? Azért, mert ugye van ez az angol mondás, a the person from the next door to me, tehát aki akár te is lehetnél. Tehát, hogy ránézel és azt mondod a gyerekedre, hogy látod, a szomszéd bácsi ilyet csinált, szeretném, ha olyan lennél, mint ez a bácsi, vagy ez a néni. Tehát én példaképeket akarok bemutatni. És még egy dolog, hogyha most itt Szerbiában beszélgetünk Újvidéken, szerb ember az anyanyelvén magyar hősökről fog olvasni könyvet. Azért ez egy jó dolog. Remélem, hogy egy jó dolog. Jobban megismer minket. Látja, hogy ilyen embereink vannak, de a történeten belül a nemzetisége talán egy picit el is tűnik. Ágnes doktornő akár más nemzetiségű is lehetne, hiszen ott is vannak más nemzetiségű orvosok. De elsősorban engem nyilván a sajátjaink érdekelnek a legjobban. És a témaválasztásnál általában ilyen szívszorító emberi életeket, emberi sorsokat mutatsz be. Ezt hogy lehet az objektív újságírás keretein feldolgozni? Le kell egyáltalán vetkőzni az érzelmeket? A filmben igen, tehát az egy objektív műfaj, de ne felejtsük el, hogy itt Szerbiában, hogyha nem tudja, hogy én egy tévéműsorvezetője vagy riportere vagyok, tehát ahogy Szlovákiában vagy Romániában engem egy íróként ismernek. Ezek a könyvek viszont nem feltétlenül objektívek, hanem az érzéseim, az érzelmeim, a riportalanyhoz, főszereplőhöz való viszonyulásom mindenképpen benne van. Tehát ha én azt mondom, hogy ez egy hétköznapi hős, egy nagyszerű ember, nyilvánvalóan befolyásolja az olvasót is. A film egy objektív műfaj, a könyv az már egy személyesebb jellegű. A könyvben nem akarom mindig minden pillanatban levetkőzni azt, hogy én esetleg szeretem azt az embert. A könyvek címében szinte kivétel nélkül szerepelnek, vagy a pokol, vagy az angyal kifejezések. Hát ennyire szélsőséges lenne ez a világ? Nem. Ennyire olyan helyeket mutatok be, a legnagyobb angyalok a pokol legmélyén élnek. Ha most azt mondom neked, hogy hatalmas hőse az az ember, aki egy több gazdag országban csinál valamit, akkor az úgy más, mint amikor említem neked, hogy Szilvási József oda megy 1 millió halott országába, és alapít egy egyetemet. Van egy jó magyar mondás, ugye a bajban ismerszik meg a barát. Na, én azt mondom, hogy a hős is a bajban ismerszik meg. Hazadnak rendületlenül. Mi van? Hogy van tovább? Légy hírog magyar. Bősödöz magyar hírod is. Magyar parat akar. Mi ez? A nagyvilágonak hívjuk. Mi se számadra hely. Adjál, gyere, sosszor, itt jön, hallottja.
Legtöbbször, amikor egy ilyen riport készül, akkor igyekszem mindig segíteni valakin. Gondolok itt Toma Andrásra, Szamirára, de még sorolhatnám tovább is. Azáltal, hogy ezeket a történeteket felhasználod a munkád során, és a médiában megjelenteted, leközlöd, ezeknek a segítségeknek az önzetlen jellege nem csorbul? Köszönöm a kérdést. Az újságírás egy hatalom, amellyel meg kell tanulni élni és nem visszaélni. Az én hatalmam az, hogy most például a te kamerádon keresztül és a kérdéseid segítségével nem veled beszélgetek elsősorban, hanem azzal a sok tízezernyi nézővel, aki a te nagyszerű műsorodat nézi. Hogyha meglátja az ember, hogy a médián keresztül így is lehet segíteni. Hiszen ha Toma Andrást említetted, volt egy kiskamera. Kiskamera felvette azt a mondatot, amikor ő, ugye a világ utolsó hadifogjáról beszélünk, azt mondta, hogy ebben Meiteres házat gyártottunk Nyíregyházába teiglakemenceivel. Hazavittem Magyarországra, bemutattam azt az egy mondatot, és 2000 család jelentkezett, hogy ez az ő apja, nagyapja. Kiderült, hogy óriási indulatok szabadultak fel, hogy a magyar emberek számára, sok ember számára, árvák és özvegyek számára a II. Világháború nem egy lezárt fejezet, hanem még beleélik magukat, hogy ez az ő apja, ő nagyapja. Hazajön Magyarországra, annak a kamera felvételnek is köszönhetően, nem csak annak, de annak is. 2 hónap múlva visszakerül a családjához. És hogyha most a kérdésed velejére visszatérünk, ha nincs az a mondat, ha nem mutatjuk be, akkor lehet, hogy sokkal később vagy nehezebben jön haza. Tehát én soha nem öncélúan a magam hasznára akarom felhasználni, hanem igazából mások megsegítésére. Említetted a média hatalmát. Amikor a délszláv háborúról beszélnek Magyarországon, akkor eléggé egyoldalú kép él az emberekben, a médiának köszönhetően nagy rész. Gondolok itt arra, hogy egy átlag magyar embernek, hogyha a baranyai történésekről van szó, akkor Szent László és Kórógy képe ugrik be elsőre. Ott magyarok nyilván. Igen. De ott van másik magyar vonatkozása is ennek a háborúnak. Gondolok az egykori jugoszláv hadseregben harcoló ártatlan tartalékosokra. Erről valahogy nem érdemes foglalkozni. Hogyha részleteiben foglalkozna ezzel a média, akkor csorgulhatna talán ez a klasszikus jó-rossz háborús kép, vagy miért lehet ez? Azt tudnod kell, én nem foglalkozom politikával, aktuál politikával egyébként sem. Ha most konkrétumot említettél, akkor válaszolok egy konkrétumra. Mohol nevű településen bemutattam a koszovói beavatkozás első magyar áldozatát, egy magyar fiatalembert, aki meghalt. Azt követően volt az a határincidens, amire rá is kérdeztél, tehát az 2-3 nappal később nagyon csúnyán megvertek a határon. Tehát én láttam ezeket az embereket, és felvettem, és bemutattam azokat a mondatokat, amikor fiát gyászoló édesanyja és édesapa mondja azt, hogy ez nem a mi háborunk. Tehát megpróbáltam lehetőségeimhez képest is megmutatni a másik oldalt, de aktuál politikával én nem foglalkozom, és hiszem egyébként azt, hogy kevés olyan helyzet van a világon, amikor jóra, rosszra, feketére, fehérre, igenre vagy nemre fel lehet osztani dolgokat. Igen, bizonyára árnyalni kell a képet. Ugye a magyarországi újságírói tényleges karrieredet a kereskedelmi csatornánál, a TV2-nél kezdted. Eléggé kétes megítélésű a kereskedelmi média manapság. Te mégis zászlót vertél mellette, és úgy döntöttél, hogy kiállsz mellette. Mégis mit tudsz felhozni azok ellenmentségül, akik támadják a kereskedelmi médiát? Na, kendőzetlen a kérdésed, megérdemli az őszinte választ. Érzed a válaszaimból, hogy újra és újra visszatérek arra, hogy igen, a mi felelősségünk az, hogy sztárokat csinálunk azokból az emberekből, akik villágban, Big Brother házokban laknak, akikről tudjuk, hogy ki a volt barátnője, leendő barátnője, a műkörmöse, minden, csak azt nem, hogy mit dolgozik. Ha azt mondod, hogy zászlót vertem. Igen, van egy TV2 Napló című műsor, ami szinte rekordernek számít abban, hogy vasárnap este 7-től 8-ig ott van, ahol van. Nem lenne kötelező, és mégis ezt választja néző. Igen, itt is mutattak be bulvártémát, kevésbé bulvártémát, meg a hadifogoly hazahozatalát. Egységében, komplexében én arra a műsorra nagyon-nagyon büszke vagyok. És akkor most a csatorna mondjuk úgy védelmében? Ha Magyarországon én egy közszolgálati csatornán lennék, és a Napló, az én családom, csapatom ott lenne,
akkor azt nézné jelenleg pár tízezer, vagy jó esetben pár százezer ember. Itt a hatalmat az a másfél-két milliós nézőtábor adja. És ezért akárki akármit is mond, én nagyon hálás vagyok a kereskedelmi TV Tele2-nek, hogy ezt a lehetőséget megadja. Hogyha azt mondtam, hogy el akarok menni Tatárföldre a hadifogóért, nagyon hálás vagyok a TV2-nek, hogy ezt finanszírozta. Tehát magyarul én nem tudok, nem is akarok, nincs is benne a habitusomban, biztos, hogy van nem olyan jó dolog, biztos, hogy van jó dolog, biztos, hogy van szuper dolog, biztos, hogy van olyan, nem nagyon tévézem egyébként, de igen, én egy hűséges típus vagyok. Ugyanannak a kosárlabda csapatnak szurkolok, ugyanahhoz a borászhoz járok, ugyanaz a feleségem, és ugyanannál a csatornánál dolgozom. És hogyha a kosárlabdát említetted, akkor itt is bejön egy új vidéki vonatkozás. Rád Géber Laci. Két napja már csak róla beszélek itt, tehát hogy állandóan bejön ez a vonatkozás. Igen, Rád Géber László az én feleségemnek az edzője volt. És most is említetted ezeket az úgynevezett celebeket, akikkel többször összetűzésbe is kerültél. Ajaj. De hogyan tudod összeegyeztetni azt, hogy a Napló mellett egy kicsit bulvárosabb jellegű reggeli magazint is vezet. Ez a reggeli műsor a Mokka, az első órája komoly, a másik órája pedig kevésbé komoly. Ugyanezt tudnám elmondani, mint az előző válaszomban. Nagyon örülök annak, amikor a Mokka című műsorban a komoly vendég nyilatkozatát idézik, de a bulvár önmagában nem egy rossz szó, csak negatívvá tették olykosok helyen. Neked is el kell ismerned, meg a nézőknek, remélem, hogy azért te sem akarsz reggeltől estig politikusi interjúkat, közgazdász interjúkat. Tehát van olyan pillanat az ember életében, amikor nem a világ legnagyszerűbb filmes alkotására kíváncsi, nem a pillangót, a Ryan közlegény megmentését, vagy nem tudom mit akar nézni, hanem egy olyan limonádét, amin jót röhög, a Dr. Sussit mondjuk, ami biztos nem a világ legnagyobb filmes alkotása, de egyszer röhögni jó rajta. Tehát magyarul vegyíti. Remélem, hogy mindenki megkapja azt, amit ő szeret. És hogyha már a Mokkáról esett szó, akkor a Mokkának köszönhetően most belekerült a köztudatba a Lex Trutko. Ezt hogy tudott párhuzamba állítani azokkal a pozitív tettekkel, amit a Naplónak köszönhetően. Na hát figyelj ide, a Lex Trutko ugye, tehát a törvényjavaslat, ami az én kérdésemből született, nevezetes, hogy Magyarországon most már ugye tény, betiltották a dohányzást autóban, abban az esetben, ha kiskorú gyermek is ül az autóban, ez ugye az én kezdeményezésem volt. Hát hadd legyek most az egyszer nagyképű. Én imádom, hogyha a politikus hallgat rám, és nem nekem kell a politikusra. Hadd említsek egy mondatot a függetlenségemről és a szabadságomról. Az a 780 ezer példány, ami ebből a könyvsorozatból elfogyott, ez nekem egy olyan anyag, ami biztonságot ad, és akkor most erről kendőzetlen őszintéséggel beszélek, hogy nem kell nekem minden egyes nap egyik párt sajtótájékoztatórájára járnom, vagy a másikéra. Megengedhetem azt, sokkal szabadabb legyek, és imádom azt, vagy imádtam azt, nem miattam, személyes PR-omnak nyilván jó, rákérdezel, igen, van egy törvény, ami a nevemből ered, vagy hogy hozzám köthető. Hadd mondjam azt, imádtam azt, amikor a politikus, aki rettenthetetlen, félelmetes, és mindenki féli a nevét, szóval sokan így gondolják, tehát amikor a politika követ engem, és nem én a politikát, és hadd mondjam el, hogy a Lex Trutko 2, amiről nem beszélhetek, reményeim szerint hamarosan szintén átmegy a politikán. És attól nem tartasz, hogy azáltal, hogy bulvárosabb témákkal is foglalkozol, és a bulvár sajtó veled sokat foglalkozik, bedarálhat téged is ez a daráló? Az előző interjúban pedig azt kérdezték tőlem, hogy lehet az, hogy a bulvár sajtó egyáltalán nem foglalkozik velem. Na, egy ember életének a közszereplő portfóliója az mondjuk 100%. Van olyan ember, akinek a munkája 70%, és minden, amit írnak róla ilyen-olyan sajtótermékekben, szép a gyereke, focizott a feleségével, etc., az 30. Van olyan ember, akinek a bulvárban való szereplése 100%, magában a tevékenysége, akkor ebből következően 0%. Én úgy gondolom, hogy mindig megpróbáltam megtartani az egészséges arányt. A nézőimnek, hallgatóiknak, olvasóknak, mondjuk úgy, hogy egy igényét kielégíteni, igen, van egy családom, nem dugom el őket, itt lesz a fiam például, most a sajtótájékoztatón elhoztam magammal. Én úgy gondolom, hogy 80% munka és 20% egyéb, ez egy egészséges mérték az én életemben, én ezt megpróbálom megtartani. És nem fognak bedarálni, remélem. Kicsit még maradnék a közszolgálati média, kereskedelmi média témánál.
Létezik egyáltalán közszolgálati média? Nagyon örültem egy olyan kritikának, amit most írt le egy rangos újság, hogy a TV2 naplója az a legközszolgálatibb műsor ma Magyarországon. Ennek a mondatnak 10 éve nem örültem ennyire jó tévékritikának. Még egyszer vissza tudok arra térni, hogy a 1,5-2 milliós nézőtáborunk az egy erőt ad. Ez az erő a nagyon-nagyon fontos. Igen, kell olyan legyen, hogy közszolgálati, meg kell olyan, hogy legyen, hogy kereskedelmi. De igenis, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke minket választ akkor, vagy nálunk mutathattuk be azt, hogy értékeli a kormány egy évét. Marian Kozma gyilkosságával kapcsolatban csináltak a kollégák egy nagyszerű tényfeltáró riportot. A lakás hitelesek megsegítésével kapcsolatban mi mutattuk be. Tudnám sorolni minden hétről és hétre, de most például ezen a héten, ugye mi van, most pénteken beszélgetünk, vasárnap Barcai Gabi kolléganőnket beneveztük az első magyar pásztorversenyre. Az meg egy konkrét bullártéma, és tudod mi lesz? Röhögnek az emberek. Orbán Viktor a műsor elején értékelte kormánya teljesítményét, a legvégén pedig bemutattuk most a hétvégén a leghihetetlenebbül és legrosszabbul kinéző magyar fűnyírókat. Szóval ebből áll a világ, ilyen is, olyan is. És az is köztudott, hogy a származásodra való tekintettel Balogh Sziládról változtattad meg a nevedet, Vujicotkóra. Nekem szembetűnő az, hogy mégis magyarosan írod a Vujicot, és nem a horvát helyesírás szabályai szerint. Ennek egy oka van, udvariasság a magyarok felé, de ha megnézed a könyvemet szerbül, akkor ott C és Kampó, tehát szerbül írják. Igen, Magyarországon élek, jelentős magyar identitással, magyar emberek írják a nevemet, és szerintem ki se tudnák olva, nem ismerik azt a betűt. Tehát... A Frutkóval is meggyűlik a bajuk. Meggyűlik, de ha egyszer megjegyzik rá, akkor nem felejtik, így van. Arról is beszéltél, hogy lokálpatrióta vagy, nagyon ragaszkodsz Pécshez, de hogyha jól tudom, Budapesten élsz. Budapesten is élek, és még egy pici út, aztán hazamegyünk Pécsre. Tehát igen, ott vannak a lehetőségek, ott a TV2 központja, rengeteget vagyok így is Pécset, ugye Európa Kulturális Fővárosának nagykövete voltam, és jelenleg pécsi jószolgálati nagykövete vagyok, ami életem talán legnagyobb elismerése, megtiszteltetése. Még egy pici út, még egy kicsi munka, és utána hazamegyünk Pécsre. Még egy pár szót a szakmáról. Az, hogy Amerikában tanultál, az mennyiben határozta meg azt az újságírói szemléletet, amit most is hallhattunk tőled? Elképesztően hálás vagyok az Egyesült Államoknak és a Miami Egyetemnek, ahova jártam. Soha nem laknék ott, soha. De nagyon hálás vagyok, hogy tanítottak. Kinyitotta a világot, és egy másik világlátást adott nekem. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. És